A pécsi ukrán önkormányzat standja a Széchenyi téren. A háborús helyzet ellenére részt vettek a Nemzetiségi Fesztiválon a hétvégén. Ezek azok a sütemények, amiket az ide menekült édesanyák sütöttek, és gyerekeikkel együtt festettek, díszítettek. Az önkormányzat elnöke azt mondja, Pécsett és Baranya megyében is befogadják a menekülteket, az önkormányzatok, magánemberek. Ezt a munkát végzik most, amihez sok helyről kapnak segítséget. Az az érzés, mikor te nem vagy egyedül, már annyi segítséget kapod a várostól, az emberektől, a szervezetektől, hogy az kicsit így felemelte nekünk az érzéseket, hogy igen, nem vagyunk egyedül. Nagyon sok ember jött. Most Pécsen 120 körülbelül ember van, Baranya megyében több mint 300 vannak. Gyerekek már járnak óvodába, most elkezdett a suli, akkor már az iskolába is próbálnak beintegrálni őket. Mit mondanak a családok? Maradnak vagy visszatérnek, ha úgy alakul a helyzet? Mit terveznek? Ezt kérdeztük az elnökasszonytól. Van, aki igen, megy vissza, hogy vége lesz, de van, ami nincs hova menni vissza sajnos, és már itt már próbálnak újra építeni az életet, úgyhogy segítünk abból, hogy a munkát találnak, már sokan dolgoznak, úgyhogy azért gyerekeknek beiskolázás, úgyhogy nem tudom. Próbáljunk minden téren segíteni nekik. Háborús menekült ukrán édesanyák és gyermekeik a színpadon. Idén nem népdalokkal és táncokkal, hanem ezzel a produkcióval állt ki a színpadra az önkormányzat. Popovics Jelena azt mondja, arról énekelnek, hogy most 40 millió ember egy család lett és segítenek egymásnak, ahogy csak tudnak. A fesztiválról kulturális magazinunkban bővebben beszámolunk.